a bank előtt, meg jó. Hújrá! Az a probléma a lakszéroknál, hogy előttünk beengedik igazságtalanul a biztonsági rögtön. Én nagyon civil ember vagyok, hogy ennek akarok intézni. Nem így járjunk a honlokról, hogy nem akarok kérdezni. Nehol írva a honlokról. Igen, itt van egy felháborodott ügyfél, aki sérelmezi azt, hogy ő előtte bárkit is beengedtek. Na nézzük, hogy mi történik. Igen, a buszról megérkezett pár ember a bankhoz. Tudtam én, hogy a tömött buszról a bankba akarnak sorba állni. Igen, a hölgynek megértem, a fekete polos hölgynek megértem a aggodalmát és a felháborodását. Én is nagyon fel lennék háborodva, ha előttem bárkit beengednének egy bankba. Hát hogy van ez? Tessék szépen akkor kint sorszámokat osztogatni. Mert ugye bent van a sorszámozógép, itt a kavarodás. Igen, már itt kint kellene sorszámot osztani, és akkor tudnánk, hogy ki után következik. Megint beáll egy villamos. Nem lenne jó reklám a Budapest Banknak, a menekedés lenne az ajtaja előtt. Igen. Nagyon paprikás a hangulat. És látom, ugye jöttek a villamossal is, meg a busszal is. Most már nem a kalapos úr az utolsó, de nagyon ideges. Tehát szerinted ő fel fog lépni, ha még egyszer beengednek valakit előtte. Én tudom azt, hogy az ilyen kalapos urak általában idegesek szoktak lenni. És kinézem belőle, hogy nem csak üvölteni fog. Igen, szerintem egy fideszes aktivista is, ő nem a busszal jött, mert a busz a másik oldalon van. Nézzük meg, a Fidesz rendet tud-e tenni ebben a káoszban. Majd mindjárt meglátjuk, kihez fog oda menni. A kalapos urat nyugtatja, úgy látom, becézgeti, simogatja, dédelgeti, remélem, hogy meg is ígéri neki, hogy többet ilyen nem fordul elő, hogy egy bank jogtalanul bánik az emberekkel. Igen, ezt a Fidesz tudja megoldani, látszik is, nagyon empatikus. Megnyugtatók a gesztusok. Igen, látom, magyaráz. A Fidesz magyarázza a bank bizonyítványát. A bank bizonyítványát magyarázza, úgy látom. Igen, most már mosolyognak is. Na, mi lesz itt? Igen, most akkor a tolókocsis hölgy beszélget. Igen, most oda megy előre, aki elől áll. Szerintem mindjárt számon kéri a biztonsági személyzetet is. Igen, a Fidesz tegyen rendet a banknál, így van. Most pedig megkérdezi, hogy egy másik narancssárgába öltözött személyt milyen sérelem érte. Rendet fog tenni a Fidesz, rendet fog tenni. Igen, látom, kezet is fogtak, itt rend lesz ebben az országban. Nem, ő neki. Ők nagyon, nagyon idegesek, alapos úr. Na, mi lesz ebből? Hát csalódottan jön a fideszes aktivista, lehet, hogy a bank valamit nem akar felintézni. Hát remélem, a szemét rajta tartja a Fidesz a bankon. Igen, hát úgy látszik, a Fidesz tudja, hogy az embereknek már nagyon magas a vérnyomása, hogy a napon állnak másfél órája, mások meg évek óta, és megkérte a másik fideszes kollégát, hogy tegyen rendet. Vigyázzon a rendre, hogy a bank ne kanászodjon el. A bank tartsa be az írott és íratlan törvényeket is. Igen, és a Fidesz aktivista egy fiatal emberrel most nagyon hevesen mennek a bank felé, mi fog történni? Víz van a kezébe, nem tüzet oltani megy, úgy látom, hanem vizet ad a kerekes székes hölgynek.
Nagyon jó, igen. Mint tavaly július 4-én, amikor Orbán Viktorhoz mentünk, akkor is vizet osztottak a népnek. Fidesz parancsra a rendőrség, vagy a rendőrség magától, ez mindegy is. Vizet osztott Fidesz a sorban állóknak. Mindenképpen arra inteném a sorban állókat, hogy amikor kijönnek a nyugtalan előnyöket élvező emberek, akkor ne bántalmazzák őket, ha nem ők tehetnek róla, hanem a bankok. Én csak izgulok most ezen, hogy még verbálisan se kapjanak semmit, de hát ugye nem vagyok ott. Igen, látom, hogy valaki ezzel nem ért egyet, és nyilván fogja őket majd osztani. Igen, a víz az jól esik, megint szent a béke, és bízunk benne, hogy innentől kezdve nem lesz semmi probléma. A kárpótlást nem tudom, hogy fogja megoldani a bank, mert ugye, ha valakinek kára keletkezett, azt a kárt meg kell téríteni. És ugye itt sérelembíról beszélünk, de mi lesz? Hoppá, 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 valaki megint előre akar menni, most már a Fidesz is beavatkozik. Na mi történik? Na mit, ha itt van, a Fidesz se tudja megregulázni a bankot. Ott dolgozik. Hát a bankárokkal kivételt tesznek. Ő bankár volt, úgy látszik, és a Fidesz úgy látszik, a bankárokkal nem tud mit csinálni. Micsoda jelképek? Gyorsabb legyen a kiszolgálás. Igen, itt azt mondják a járókelők, hogy egy új munkaerőt hívtak be, hogy gyorsabb legyen a kiszolgálás. Nagyon jó. Van itt még segítség. Aha. Igen, mert ugye itt egy hazáruló bankár, vagy hazáruló és bankár már lóg. Nem jó előjelek ezek. Nem jó előjelek ezek, amikor lógnak a bankárok. Reggel óta elrettentésként lóg itt ez a bankár, felelősségre vonás szimbolizálja,